én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Az előadásomban a tavalyi évhez kapcsolódóan az M56-os akkor még tervezett úthoz köthető egyik ásatásról szeretnék beszélni. Ugye maga a próbafeltárás volt 2021 nyarán, illetve őszén, illetve a tavalyi évben volt a teljes felületű megelőző feltárása. Ahogyan a dián is látható, a terület már a kezdetektől fogva lakott volt, hiszen találtunk leleteket az őskortól egészen a római korig, a néhány középkor is előkerült. Ugye maga az ásatás helyszíne Sármellék, illetve Alsópáhók között helyezkedett el, és hát helyezkedik el. A területnek a déli részén, a domboldalnak az alján voltak főként az őskori településhez, az őskori megtelepedéshez köthető nyomok. A területnek a közepén, nagyjából a domboldalnak a közepén, tetejé részén találtunk egy fal alapozást, amelynek a déli része a kutatási terület határán túl folytatódik. Ez egy feltételezhetően egy megmaradt villának az alapozási részét találtuk meg, viszont ez nem biztos. Rátérnék a próbafeltáráson megtalált három temetkezésre. A későbbiekben fogok beszélni a teljes felületű feltárásról, annak a diszkerámiáiról, a teraszigilláta a leleteiről, amelyek a próbafeltárás során egyébként nem kerültek elő. Az első temetkezés egy csontvázas sír, ami meglehetősen rossz állapotban került elő, olyan képen is látható. A következő temetkezés egy homokkövekkel kirakott hamvasztásos sír, amelyben előkerült egy lándzsahegy, egy tör, illetve maga az urna erény is. A következő temetkezés, amelyben egy üvegurnát is sikerült megtalálnunk, amely szinte épp peremmel került elő. Az fontos megemlíteni, hogy az itt elhunytak a társadalom felsőbb rétegéből származhattak, hiszen aktív részesei lehettek a kereskedelemnek is. Itt látható már egy restaurálás utáni kép. Ami érdekesség, hogy az üvegurnában találtunk egy kis fiolát, ami már a restaurálás során, és hát a tisztítás során került elő, tehát nem a telepen. Rátérve magára a tavalyi teljes felületű feltárásra, itt további három temetkezés látott napvilágot. A próbafeltárás sírjai egyébként nagyjából ezen a részen voltak. Itt még egy feltételezhetően egy sírkert foltját is megtaláltuk, illetve ennek látható a foltja, viszont ez már csak az alsó része, ugye a művelésnek a művelés miatt ugye ennyi maradt meg belőle, viszont érdekesség, hogy temetkezéseket a sírforton belül nem találtunk, hanem mellette csak egy ilyen kb. 10-15 méterrel. Rátérve az első temetkezésre, ez is párhuzam a próbafeltárás sírjaival, hogy egy üvegillatszeres edényt, üvegfiolát itt is volt a sírban, illetve egy mécses is. Itt egyébként 9 mellékletet helyeztek ebbe a temetkezésbe. A következő, szintén párhuzam a próbafeltárás temetkezéseihez köthetően, hogy ez is egy homokkövekkel kirakott temetkezés, amelybe belehelyezték a mellékleteket, például egy térfigurát is, illetve egy érmet is, ami kopottsága miatt nem meghatározható, hogy melyik császárhoz köthető. És ahogyan az előadásom címében is szerepel, mint diszkerámiák, tehát mint a teraszigillátákról szeretnék így beszélni, ebben a temetkezésben is előkerült, így
így nem egészen, hanem így darabos állapotban. Viszont a restaurálás során ez így összeilleszthető volt, mint egy teraszik illata edény, ami egy Drag 37-es típusú tál, és tehát edény, ami Galliából, a mai Franciaország területéről származik, és nagyjából így a második század elejére, közepére kelteszhető, és látható rajta a mesterjegy is, amit ennek a meghatározása még folyamatban van, hogy melyik mesterhez is köthető. Itt látható rajzon maga az ábrázolása, az edének a díszítése, egy medvét, egy szarvast, illetve itt egy lovast ábrázol, hat, egy meglehetősen töredékes állapotban került elő. Rátérve a teljes felületű feltáráson a bemutatásra szánt utolsó temetkezésre, ami nagyjából egy 10-12 óra bontás után, amikor még a metszeténél tartottunk, itt láttuk a metszetben, hogy egy teraszszigilláta töredék lesz talán, itt még nem voltunk biztosan benne, hogy egyáltalán a másik felében mit fogunk találni. És nem meglepetésünk, egy teljes étkészletet sikerült feltárni. A 15 mellékletből 12 teraszszigilláta edény teljes készlet került elő. És érdekesség, hogy baromfi, és feltételezhetően baromfi méretéből adódó napok csontokat is találtunk, ami utalt arra, hogy ételmellékletet is tettek ebbe a temetkezésbe, ami az elhúnyt túlviági útjára szolgált, és hát ez miatt tették bele. Ugye a temetkezések közül ez a leggazdagabb melléklettel rendelkező. De megvizsgálva az edényeket, mondanám azt, hogy a restaurálás után, de ugye ezt nem kellett restaurálni, inkább csak így megtisztítani. A Krisztus utáni első századra a tehető, a Tiberius császártól a Fláviuszok időszakáig terjedhet ki a datálása, és az Észak-Itáliában a Bóvidékről származhat, de mint a kereskedelem egyik tékes példáként kerülhetett erre az időszakra. Ugye maga mind az étkészlet mindegyikből négy darab került elő, a tálkából az egyik, a kisebb, az egyik kisebb méretű került elő, így töredékesen azt kellett egyedül restaurálni, és ilyen típusokban került elő. Ugye megvizsgálva az egyik edényt, az egyik nagyobb tált, egy név olvasható ki, ami feltételezhetően az edény készlet, és hát az itt elhunytnak a neve, és hát a tulajdonosnak, aki az edényé volt. Én próbáltam a különböző neveket beilleszteni azok alapján, amit ki tudtam olvasni, vagy hát ami látható, hogy az R-A az meglehetősen jól olvasott, ugye ezt mindenképpen belehelyeztem a próbába, illetve párhuzam, ugye egy mint hasonló nevet találtam, ugye ez Szombathelyhez közeli esetesen került elő ez az edény, ahol ez a név volt. Így próbáltam ezt az edénynek a feliratát ráilleszteni magából, abból, hogy az erre ugyanúgy van írva, de szerintem egyébként ez nem ugyanaz a név, hogyha megnézzük, ugye itt is van egy karcolat, ami ezen például nincsen rajtam. Illetve mindegyiken volt a bélyegző, valamelyiken jobb, valamelyiken kevésbé jól látható állapotban, és ez a Williams mesterhez köthető, aki egyébként, akinek a mesterjegyekkel ellátott edényei Nordicumban is megtalálásra kerültek, és hát ott is találtak. Ja, ami még érdekesség, hogy az ásatáson is készítettünk így fényképeket különböző szögekből, amit később egy program segítségével egy ilyen háromdimenziós modell készíthető, amivel forgatható maga az erények, illetve maga a jelenségek is. De mint összegzésképpen a 2021-es, 2022-es próba, illetve teljes felületű feltárásnak a koracsaszárkori temetkezéseit mutattam be, ami különösen fontosak a temetkezések lehetanyaga
szerint az itt elhunytak az akkori időszak meglehetősen felső rétegéből származhattak, vagy akár az itt élő gazdagabb elitből származtak. Itt látható a különböző jelenségeknek a mellékleteinek a száma, de akár lehetett a rómaiaknak a kultúráját átvedő helyi is az itteni elitből. Ugye beleilleszthető a lelőhely a környékbeli első századi, a karacsászárkori lelőhelyekhez. Ugye itt látható, és hát itt lehet maga ez a lelőhely. Ugye a későbbi kutatás szempontjából fontos lehet beleilleszteni a környékbeli római lelőhelyek kontextusába. Szeretném még a többi temetkezést is akár így háromdimenziós modellel elkészíteni, illetve részleteiben megvizsgálni majd a többi lehetőségot restaurálás után is, illetve majd egy publikáció készítése. Köszönöm a tisztelő figyelmet!